Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, itt lehetek jó magam is egy olyan rendezvényen, ahol részben új világ, új technológiák születnek majd, illetve ezzel kapcsolatosan reményeink szerint egy olyan átlátható, jól működő, költséghatékony egészségügyi rendszer jön létre, amelynek a központi eleme a szíve, a magja Magyarország lesz. Ebben a folyamatban nem elhanyagolható tény, hogy hol voltunk 2010-ben és hol tartunk most 2013-ban. Magyarországon az infokommunikációs szektor és az iparág nagyon nagy utat jár be az elmúlt két évtizedben, hiszen Európában rendkívül jól csengenek a magyar informatikai cégek, a magyar informatikusok, hagyománya van ennek a területnek. Viszont az utóbbi évtized, a 2000-es évek közepe, vége nem úgy sikerült, mint hogy ezt mindannyian szerettük volna. Ezt felismerve döntöttünk, hogy 2010-ben, hogy szakítunk a múlttal, új alapokon, új rendszereket, átlátható, hatékony megoldásokat fogunk létrehozni, illetve tabulázát csinálunk, és tiszta helyzetet teremtünk. Ebben a folyamatban nagyon fontos volt az, hogy sikerült átláthatóvá tenni a szektort, sikerült megmutatnunk és bebizonyítanunk azt, hogy Magyarország érett és képes arra, hogy nagy volumenű beruházások, nagy fejlesztések, innovatív megoldások szülessenek ebben az országban. Ehhez azonban még néhány dologra szükség volt azon kívül, hogy azt gondoltuk magunkról, hogy sok mindenre képesek és alkalmasak vagyunk. Amikor 2010-ben a kormány felhatalmazást kapott az ország irányítására, akkor rendkívül fontos feladatunk volt az, hogy rendet tegyünk a gazdaságban, rendet tegyünk a költségvetésben. Rendezett költségvetés nélkül nem állhatnánk itt, hiszen a magyar kormány rendkívül jelentős, mint egy 6 milliárd forintos értékkel támogatja ezt a beruházást, azt remélve, hogy Magyarország ennek a termékkörnek, ennek a szolgáltatáskörnek a globális központja lesz. Ahhoz, hogy az átlátható költségvetés mellett kiszámíthatóak is legyünk, egy olyan adórendszert hoztunk létre, melynek köszönhetően a hazai kis- és középvállalatok, illetve a nemzetközi vállalatok egyaránt jól érzik, jól érezhetik magukat ebben az országban. Ehhez szükség volt arra, hogy átalakítsuk az adórendszerünket, megteremtsük a hátterét, a biztos alapjait egy hosszú távú együttműködésnek és partnerségnek. Mindahhoz, hogy sikeresek legyünk, szükség volt arra is, hogy ismét növekvő pályára állítsuk a gazdaságot, és munkahelyeket teremtsünk. Nagyon örülünk minden olyan partnernek, minden olyan beruházásnak, ami ezen a téren újabb lendületet ad az ország működésének, a gazdaság teljesítményének. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, azt gondolom, hogy mindannyian sokat tettünk, és ezúttal is szeretném megköszönni a GE cég vezetőinek, hazai és nemzetközi vezetőinek azt a támogatást, melynek köszönhetően ez a beruházás Magyarországon jöhetett létre. Ahogy említettem, hazánk számára rendkívül fontos az innováció. Ezen a téren igyekszünk olyan megoldásokat, olyan szolgáltatásokat létrehozni és támogatni, amelyek a világban még nem nagyon működnek, illetve most jönnek majd létre, most kerülnek kialakításra. Ebben a folyamatban azt gondolom, hogy kiváló partnerrel lehetünk a GE személyében, a GE Health területének a személyében, melynek köszönhetően egy olyan termékkör, olyan szolgáltatáskör kialakítására kerülhet sor, amelynek eredményeképpen lokálisan és globálisan az egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb lehet, jobban finanszírozhatóvá válhat, és sokkal gyorsabb lesz. Nagyon fontos az, hogy ebben a folyamatban Magyarország élen járjon, és Magyarország, mint kísérleti terep, mintaterep a szó jó értelmében, élen haladó országként elsőként alkalmazza azokat a megoldásokat, amik reményeink szerint egy ilyen projekt eredményeképpen létrejönnek, illetve létrejöhetnek. Ha jól tudom, pont egy évvel ezelőtt került sor a GE és a magyar kormány között a stratégiai együttműködési megállapodás aláírására. Ennek köszönhetően nagyon sok területen, azt gondolom, nagyon jelentős előrelépések történtek, és nem csak általánosságban, hanem konkrétan is elmondhatjuk azt, hogy mindennek közösen mindannyian a haszonélvezői lettünk, lehettünk. A GE hazánk egyik legnagyobb exportcége, jóval 1000 milliárd forint fölött van a cég export teljesítménye, és alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy Magyarország folyófizetési mérleges külkereskedelmi egyenlege is rendkívül szép aktívumot mutat. Ez a projekt
nem véletlenül jött Magyarországra, abban a nemzetközi versenyben, ahol az ilyen nagy beruházások, projektek külön sok-sok szempont alapján kerülnek az asztalra. Azon túl, hogy az előbb felsorolt stabil gazdaság, stabil munkaerőpiac, innovatív megoldások témakörében azt gondoljuk, hogy jól állunk. Számos egyéb kérdés szempont is döntött, és ennek köszönhető az, hogy a világ nagy high-tech központjait megelőzve, a Szilícium Völgyet, vagy akár az indiai nagy számítási központokat is megelőzve, pont és itt Magyarországra, hazánkra esett a cég választása. Ennek köszönhetően itt fog megvalósulni ez a beruházás. A döntésre került a projektben számos olyan egészségügyi intézmény is részt vesz, akik saját napi működésükön keresztül, saját napi életükön keresztül, oktatási intézmények bevonásával az így létrejövő termék és szolgáltatás közvetlen kísérleti terepe, majd gyakorlati alkalmazói lesznek. Azt emeljük ettől a beruházástól, hogy újabb lendületet ad a szektornak, újabb lendületet ad az ágazatnak, újabb lendületet ad a magyar gazdaságnak. Az ilyen típusú beruházásokon keresztül Magyarország nem csak gyártásban, hanem kutatásfejlesztésben és innovációban is élen járó ország lesz Európában. Ehhez kívánok mindannyiunknak nagyon sok sikert. Köszönöm szépen!